Sziasztok, Gulyás András vagyok, a legfrissebb videóval, Eysan természetesen az ő írásával, soraival, érzéseivel és gondolataival. Nagyon bele kell húznunk, felkeverdünk és tartodunk a versenyt, a sikert, a többi videókkal. Hisz zajlik a futóverseny. Néztem egy fantasztikus élő videót, hát le voltam tőle hidalva. Hát motivál, természetesen. És csapjunk is bele, ne húzzuk az időt. Nagyon romantikussal indítunk. Nagyon-nagyon szuper. Ebben nagyon bele kell élni magamat. A férfi átölelte a nőt. És csak annyit mondott neki, miközben gyengéden csókolgatta. Történjék bármi, azt, amit tegnap együtt éltünk át, soha ne felejtsük el. Nő csak annyit tudott válaszolni, miközben visszacsókolta a férfi csókjait. Történjék bármi, soha nem fogom elfelejteni. Gyönyörű. Gyönyörű, szép. És hogy is van ez a párkapcsolat? Minden emberhez tartozik valaki. Valaki olyan, aki mellett már az elején érezzük azt a kellemes érzést, amit talán kicsit ijesztő, mégis nyugtat, ellazít. Minden emberhez tartozik valaki, akivel együtt, kéz a kézben sétálhatunk az életben, akivel az akadályok, legyen bármilyen nehéz is, könnyebbé válnak, mert az erő, ami bennünk van, oda tudjuk adni magunkból. Mert fontos a másik, mert jó vele, mert szeretjük, és érezzük, hogy viszont szeret. Minden emberhez tartozik valaki, akit talán először észre sem veszünk. Akit először csak nézünk, csak egy pillanatra megmosolygunk. Aztán telik az idő, és egyre közelebb érünk hozzá. Minden emberhez tartozik valaki. Valaki, aki hű, aki őszinte, aki jobbá tesz, és akit mi is jobbá teszünk. Akivel szövetkezünk jobb esetben életünk végéig. Aki megtestesíti a szerelmet, a békét, az otthont, aki nélkül nehezen vagy egyáltalán nem működne tovább. Minden emberhez tartozik valaki. Bizony. Szeretitek a hullócsillagokat? Imádom, amikor hullanak. A hullócsillagban van valami misztikus, ami arra késztet, hogy gondolj valakire, hogy kívánj valamit, miközben magával ragad az égi csoda. Ezekben a pillanatokban igazán érezni, ahogy izgatottan táncol a lélek. Lélekfeltöltő kiülni a szabad ég alá, még akkor is, ha csak millió parányi csillag díszíti az eget. Soha ne feledd, hogy mindig van legalább egyetlen csillag, ami fényesebben ragyog a többinél. Amolyan kis fényes lélekposták, tudod, amikor varázsóhajtással üzenhetsz az álmaidnak. Gyönyörű. Élhet melletted valaki, de ha szívetek nincs adásban, még akkor is idegenek maradtok, görcsösen szorítjátok egymás kezét. De ha a szív adni kezd, lehet a távolság a föld másik pontja, válaszolnak rá. Ha egy lány szerelmes beléd, és te összetöröd a szívét, de ő ugyanúgy beszél veled és szeret téged, akkor tudd,
hogy te vesztettél sokkal többet. És ez mennyire, mennyire igaz? A léleknek épp úgy szüksége van a hasonszűrűek figyelmére, mint a testnek a szervezet természetes morfinjaira. Aki nem kap figyelmet, de mindenki másra figyelnie kell, az a hierarchia legalján elhelyezkedő teremtmény. Ezért más emberek figyelme minden drogok legellenállhatatlanabbika. A szó a véged, ez csodálatos. Ez nagyon ismerős ez a sztori, velem a 4-es metron esett meg, utaztam már a keleti felé, és a hölgy velem szemben ült, hasonló sztori, tehát a férfi verzió, egész úton szemeztem egy csajjal, ha rám nézett, ő is nézett. Most ennek a női verziója. Egész úton bámult egy paraszt a buszon. Akárhányszor oda néztem, mindig bámult. Szerintem bolond. Ugye férfi és női nézőpont. Ú, egy hosszabb szöveg, de nem lesz vers. Hát. Megbocsátottam a megbocsáthatatlant. Megpróbáltam pótolni a nélkülözhetetlen embereket, és elfelejteni az elfeledhetetlent. Sokszor cselekedtem indulatból. Okoztam csalódást, és csalódtam olyanokban, akiktől sosem vártam volna. Öleltem, hogy védelmet nyújtsak. És nevettem, mikor már nem bírtam tovább. Szereztem örök barátokat. Szerettem és szerettek. De sokszor el is utasítottak. Előfordult olyan is, hogy szerettek, de nem tudtam visszaszeretni. Újjongtam a boldogságtól. Habzsoltam a szeretetet, és esküdtem örök hűséget, de volt, hogy teljes erővel mentem fejjel a falnak. Sírtam zenehallgatás vagy fényképalbum lapozgatás közben, és felhívtam valakit, csak azért, hogy halljam a hangját. Néha elég volt egy mosoly, hogy szerelmes legyek. Sokszor éreztem, meghalok a vágytól, és féltem, hogy elvesztek valakit, aki nagyon fontos a számomra. A végén mégis elment, de túléltem, és még most is élek. Az életet nem csak túlélem, és neked sem ajánlom, hogy ezt tedd. Élj! A harcba elszántan kell menni, az életet szenvedélyesen átölelni, emelt fővel veszteni, és merészen győzni. Mert a világ a bátraké, és az élet túl sokat ér ahhoz, hogy jelentéktelenné váljon. Erről itt a végén eszembe jut Nagy Sándornak a bölcs mondása, hogy a bátraké a sors kegye. Ez pont ide passzol. Hát guruljunk tovább. Sajnos megtörténik, hogy a szerelem nem akkor érkezik meg az életünkbe, amikor mi azt szeretnénk. Van, hogy egyszer csak hirtelen betoppan, lecsap, mint a villám, a legváratlanabb és a legfurcsább helyzetekben, pillanatokban, sokszor, amikor a legkevésbé sem számítunk rá. És néha olyan embert választ a szívünk, aki nem a legjobb nekünk. Olyan valakit, aki nem úgy szeret minket, ahogy mi szeretjük őt. Bizony, bizony, de sokszor ez megesik. Szerencsés esetben pedig nem. Érzelmileg még mindig magányosan éljük meg a napjainkat. Hát, ez volt az, ez volt a csapda, amiben szépen besétáltunk. A csapda, amit mi készítettünk saját magunk számára. Bezárt szív és védőpajzs. Érzelmek
teljes sterilizálása, csak hogy az egészen addig tud működni, amíg fel nem ébredünk végre, és rájövünk, hogy elfogyott a levegő. Most csak csendben ülhetünk, és farkasszemet nézhetünk. A magánnyal, a szeretetéséggel, és a félelmeinkkel, amik ide vezettek. Nem találunk már megoldást abban, ha könnyeket ejtünk, és abban sem, ha fékezhetetlen önpusztításba kezdünk. De még csak az instant áthidaló üres szexek, vagy a hazudott lízonok sem csillapítják a vágyat az érzések felé. Hát igen, a pótszerek azok nem mindig megoldás, sőt, sosem. Ezért kell az embernek átgondolnia, hogy szívből él, őszintén, és természetesen teszi a dolgát olyanokkal, akik viszont szeretik. Nagyon nehéz, nem ilyen egyszerű az élet, nem lehet pikpak így is megrendezni, hogy valóban ez történjen, mert nem. Folyton vannak az akadályok, ezeket le kell küzdeni, harcolni, dolgozni. Hát legtöbb esetben előfordul az ember átgázol másokon, nem szép dolog, ám a nap felkel, lemegy, az élet halad a maga útján, és nincsenek véletlenek. Ezekhez a gondolatokhoz még ezt hozzátenném azért, mint így író emberek vagyunk, elsősorban én meg szintén írok, ki ilyen formában, ki olyan formában, nagyon szépeket. Elsősorban én nagyon szép. Ezt alátámaszthatom, halljátok, amiket felolvasok. És nincs véletlen, minden előre meg van írva. Tehát a véletlen találkozás nincs. Ha esetleg tudtuk volna egy évvel ezelőtt, hogy idáig eljutunk, hogy ez is lesz, hát akkor kinevetjük azt az embert, aki ezt mondja. Hát ki gondol bele abba, hogy mi lesz egy év múlva, és hogy fog alakulni az élet, vagy mit fog megmutatni a számunkra, amiből fogunk tudni tanulni. Ezt nem lehet, nem vagyunk jósok, Nostradamusok. És amikor az emberben van ez a belső sugárzás, boldogság, őszintesség, öröm és motiváltság, akkor az tényleg vissza fog mosolyogni, köszönni rá, mert meg fogja találni azt az illatot, aki szintén motivált és segít őnek is, sőt, kölcsönösen segítik egymás kibontakoztatását, és ez a legtermészetesebb dolog. Az a nagyon csúnya, amikor az egyik hátráltatja a másikat, lenyomja, pusztítja, átgázol rajta, lehető legrosszabb, meg egy oldalú közös projekt. Ez ilyen egyszerű. És olyan szép mindig a végeredmény, amikor az ember csinál, egy férfi, egy nő, letesznek olyasmit az asztalra, aminek mindenki tud örülni, és meg tudják mutatni önmagukat. Párkapcsolatban pedig a gyakorlat, ami megmutatja, hogy most akkor jó úton járunk, kit fogadunk el, lemondunk-e magunkból valamiről, hogy a másiknak jó legyen, beletörődünk-e dolgokba, amikben nem kellene. Az igazi ott van az életünkben, jelen, akire tudunk támaszkodni, biztonságot nyújt-e, nem egy illúziót csupán, ezeket mind át kell gondolnunk szívből. A nőnek az a legfontosabb, hogy a szívével lásson, ne csak a szemével. Szívből kell, hogy éljen az ember, és így a mindennapok is könnyebben fognak telni, a boldogság pedig nem egy olyan kirekesztett valami lesz az ajtónk előtt, ami kopogtat, és be sem engedjük, hát nekünk olyan jó így, nem? Nekünk kell beengedni azt a boldogságot, és megvalósítani mindazt a jót, ami közös meló eredménye. Így a legszebb. Társas lények vagyunk, így működhet csak. Másképpen nem. Ugye verhetjük a fejünket a falba, mint ahogy Eysan írja, nem fog menni. Úgy működik, amikor van a harmónia. Ezt mindenkinek tapasztalnia kell, a normális, az egész, akkor
működik. Nagyon köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videónkat. Igyekeztem a háttérkiválasztással, a változatosságra törekszünk, a színességre. És az elmúló nyári hangulat szerintem nagyon szuper nyarunk volt. Kis esőkkel megszakítva. Az idő nekünk dolgozik. Sziasztok!